Most már lassan megszokottá váljuk, hogy egyébként helikopter repül fölöttünk, bekapcsolom a telefonomon az M4 sportot a MediaClicken, és nézem az élő adást, hogy előbb mezőben mi történik. És ezt még egyébként a világon még néhány száját, néhány millióan még nézik aznap. Azért ez így másra hozzászoktunk tavaly óta. Könnyű megszokni a jót. Azért ez látszik lassan, mert elvárják tőlünk, hogy lehet ezt még jobban. Tavalyhoz képest az igazi szintlépés a csapatok a mező minőségében tapasztalható. Nagyon kemény harc, szó szerint harc, hiszen nagyon kemény srácok jöttek ide a világ nagyon sok országából, és megdolgoznak a pénzükért, azt gondolom. Ugye ma több mint 200 km-es szakasz volt. Volt egy rész, ahol a hőség miatt az aszfalt megolvadt és fröcsögött szét az aszfalt a kocsik kereke alatt. Csak hogy így tudtam szemléltetni, hogy mennyire meleg volt ma. Vasárnapi napra pedig, ha jól látjuk, akkor északnyugati-nyugati szél lesz. Ugye Kecskemétre megyünk Székesfehérvár felé, ugye keletről nyugatra, tehát nyugati szél az nem jó. Tehát ez azért érdekes, mert hogy bizony nem fog eldőlni minden kékestetőn, bármi történt utolsó szakaszon, és ez nem egy barátságos, mint egy Párizsban a körözés, hogy pesgőznek. Itt egy nagyon éles verseny lesz utolsó szakaszon is.